Markológépek, geodétek, építőipari munkások lepték el a Bonyhádi úton található iparterületet Bátaszéken. Megkezdődött az ipari park kialakítása, amire régóta vártak már a helyiek. Közel 3 éves előkészítő folyamat után abban a helyzetben kerültünk, hogy semmi sem ment bennünket magától a tényleges kivitelezéstől. Ugye a városnak elképzelése volt, hogy szerette volna ezt a területet ipari szolgáltatói övezetté minősítetni és ezt a feltételeket megteremteni, ezért benyújtottuk a pályázatot közel 3 évvel ezelőtt. 267 millió forint támogatást nyertünk a területi operatív program 1-1-1-es zsebéből, ami ipari alapú infrastruktúra fejlesztésről szól. Ennek keretében megkezdődött a támogatási szerzés aláírását követően az előkészítés, ami tervezésből és természetesen kivitelezés előkészítéséből állt. A projekt gyakorlatilag egy 6 hektáros terület alapinfrastruktúrával történő ellátásáról szól. Ez azt jelenti, hogy ezen a 6 hektáros területen víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetési rendszerek fognak megépülni, kiépül ennek a 6 hektáros területnek a gáz, illetve a villamosenergia ellátása az előzetes igények és becslések figyelembevételével, tehát hogy aki ebbe a 6 hektárba be akar települni, annak minden kapacitását tudjuk majd megfelelő módon biztosítani, és természetesen szilárd burkolatú úttal lesznek megközelíthetők ezek a területek. Mi úgy gondoljuk, hogy ezen a 6 hektáron 4-5 olyan vállalkozás tud majd hosszú távon megtelepülni, és gyakorlatilag számukra tudjuk biztosítani ezeket a szolgáltatásokat, akik hát remélhetőleg a város fejlődéséhez hozzá tudnak járulni, azzal, hogy esetleg új munkahelyeket tudnak majd teremteni, és hát iparizési adóban is a város bevételeit tudják majd növelni. A projektnek, mint hogy a többi TOB beruházásnak is az a célja, hogy a térség, a régió fejlődjön, és új vállalkozások létesüljenek, új munkahelyek jöjjenek létre. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat elnöke azt mondta, minden nehézség építőipari anyagárak emelkedése miatt álló vagy akadozó beruházások ellenére a településfejlesztési operatív program halad. Örömmel jelentettem a Tolna megyeieknek, hogy a területi operatív program Tolna megyei részét, a megyére első részét elvégezte. A települések nagyon aktívak voltak, számtalan pályázatot nyújtottak be. A 28 milliárd forintnyi összegre, ami mondjuk a megyére jut. Kipályáztunk 25,5 milliárd forintot, ami azt jelenti, hogy bőven 90% fölött van a pályázati siker. Vannak még olyan pályázatok, ahol még döntésre vár a dolog, de a legtöbb pályázaton már pipa van, és már az egyik pályázati eredmény, amikor már körbe van jelölve az építési terület, megvan a pontos összeg. Polgármester úrral itt sikerült most köszönteni mindenkit és jelezni, hogy itt elindul az építkezés. Úgy gondoljuk, hogy tartjuk a határidőt, erőlködünk, sietünk és bízunk abba, hogy a megyei értékeket ezzel is tudjuk növelni, hiszen nagyon fontos a megyének az, hogy munkaerő szempontjából, foglalkoztatás szempontjából, gazdasági fejlődés szempontjából ezek a projektek megkapják a zöld lámpát. 60, még egy számot mondok, vagy kettőt talán, 64 projekt gazdáról beszélünk Tolna megyében, ugye tudjuk, hogy 104-105 településről beszélünk, 146 projekt az, ami már zöld utat kapott, ez 18 különböző pályázati irányt jelent. A tervek alapján már 2019-ben birtokukba vehetik a bátaszéki ipari parkot a cégek, így a hamarosan megépülő agrárlogisztikai központtal együtt több mint 50 új munkahely jöhet létre a településen.